Június 6-án 22. alkalommal kerültek kiállításra az alaszentgróti óvodások rajzai a VMK aulájában. A hagyományos rendezvény célja, hogy a szülők, nagyszülők a rajzokon keresztül betekinthessenek az óvoda egész éves munkájába. Az ünnepélyes megnyitón Molnár Szilveszterné intézményvezető köszöntötte a vendégeket, majd az óvoda pedagógusai, valamint a Katica és Szívecske csoport óvisai színes műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Ezután Krebs István festőművész rajztanár nyitotta meg a kiállítást.